Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Top Listák. A mai videóban 5 furcsa, nem mindennapi allergiát fogok bemutatni nektek, melyek nem fordulnak elő minden egyes sarkon. Az ötletet Szeberényi Ádám adta, innen is nagyon szépen köszönöm neki. Talán mindenki volt már allergiás valamire, ha pedig nem, akkor nem, de aki igen, az tudja, hogy egy allergiás időszak igencsak megnehezítheti az ember életét. Rossz érzés úgy kilépni nyáron a lakásból, hogy fuldokolsz, de milyen lehet az, mikor még a lakásból sem kell kilépned, hogy rád törjön az allergia. 5. Halszag. A halszag nem valami kellemes, talán nincs is olyan ember, aki szeretné, ha van, akkor bocsánat, de hogy valaki az undoron kívül még allergiás is legyen rá, bármennyire is hihetetlen, bizony létezik halszag allergia. Ez az allergia nem egyenlő az undorral, ugyanis ezek az emberek ténylegesen allergiásak, vagyis ténylegesen fulladnak és kiütések keletkeznek rajtuk, ha halszagot éreznek. Ez valójában az intenzív halallergiának köszönhető, amely olyan méreteket képes ölteni, hogy elég a szagokban megtalálható kevés részecske ahhoz, hogy az éppen allergiás illetőn jelentkezzenek a tünetek. Gondolom ezeknek az embereknek a halpiac nem egy sűrűn látogatott hely. 4. Elektromágneses mező. Ha valaki a mezőkre allergiás, tekintve a rajtuk lévő parlagfüvet és egyéb gyomokat, az nem meglepő. De ha valaki már az elektromágneses mezőkre allergiás, akkor ott el kell gondolkodnunk, hogy nem-e robotokról, illetve ránk vadászó terminátorokról van-e szó. Nos, ez az allergia valójában orvosilag nem bizonyított, vagyis nem feltétlenül létezik, kivéve ha nem robot az ember, ám egyes emberek igenis bizonygatják, hogy ő náluk erős allergiás rohamok jelentkeznek, ha elektromágneses mezővel találkoznak. Hogy lehet elektromágneses mezővel találkozni, arról fogalmam sincsen. Ez ellen egyébként a házuk falára festett szénfestékkel és az esténként használt alufólia takarókkal védekeznek. Azt amúgy nem az UFO-k ellen szokták használni? 3. Víz. A víz az élethez nélkülözhetetlen. Isszuk, esszük, szeretjük, használjuk, és több mint fele részt belőle állunk. Így természetes, hogy az ember a legrosszabb rémálmaiban sem kívánná, hogy allergiás legyen rá. Ennek ellenére léteznek emberek, akik vízallergiával élnek és küzdenek minden egyes nap. Szerencsére a vízallergia csak külsőleg ártalmas, ám így sem elhanyagolható. Ha ezeknek az embereknek a bőréhez víz ér, akkor az órákon át tartó viszketést, fejfájást, esetleg csalánkiütést okozhat. Súlyosabb esetekben még az illető könnye és verejtéke is előidézheti ezt a nem mindennapi allergiát. 2. Étel, ital. Belegondoltál már, milyen lenne az, hogy semmiféle ételt és italt nem fogyaszthatsz annak érdekében, hogy életben maradj? Valószínűleg nem, hiszen ki a fene gondolkodna ilyeneken. Nos, létezik egy fiú, név szerint Caleb, akinek nem ezen kell gondolkodnia, sokkal inkább azon, hogy miként vészelje át a világ talán mondhatni legdurvább allergiáját. Caleb ugyanis nem képes fogyasztani semmiféle ételt és italt, kivéve egy speciális löttyöt, aminek köszönhetően naponta legalább 20 órát van infúzióra kötve. Azt hiszem, egy ilyen allergiát senki sem kívánna magának, de talán még az ellenségének sem. Én legalábbis biztosan nem. Kivéve talán annak az öreg asszonynak, akivel ma összekaptam az egyik bevásárlóközpontban. 1. Ember. Nos, az első helyre nem egy ember, hanem egy állat, méghozzá egy kutyus került, aki bármennyire is meglepő, az emberekre allergiás. Mondjuk az emberekre lassan már én is allergiás leszek, főleg arra az öreg asszonyra, arra a... Szóval szegény kutyusra visszatérve, először azt hitték a tünetekre, mint például a szőrhullásra, az önkaparászásra és rágdosásra, hogy valami étel váltja ki azokat, ám végül a vérvizsgálatok során kiderült, hogy erről szó sincsen. Az egésznek a hátterében ugyanis az emberek álltak. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!